Szeretettel üdvözlöm a Programinfo nézőit és hallgatóit. Műsorunk címe, mint már megszokták, mesél a kávéház. Ismételten a Continent Wine & Café-ból jelentkezünk, ugye a Continent bor és kávéházból. Csodálatos melans társaságában ülök itt. És mai műsorunkban egy olyan vendéget hívtam meg, aki mesterfodrász, Nyíregyháza Gedeon bácsia, nem is olyan bácsi, és projekt hajkölteményeket készít fotósoknak, színházakba dolgozik, segít a művészvilágban, hogy minél megfelelő fizura eljön a hölgyek és urak rendelkezésére. Vendégem Marján Szabolcs, Nyíregyháza mesterfodrásza. Szia, üdvözöllek, hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen. Üdvözöllek téged is, és a kedves hallgatókat, nézőket is. Nagyon jól vagyok ezen a szép januári napon. Örülök, hogy itt vagyok veled, és végre beszélgethetünk egy kicsit. Igen, mert nem volt egyszerű ezt összehozni, mert annyira elfoglalt vagy, hogy gyakorlatilag neked a, mondjuk úgy a határidő napod az egy ilyen vastag, és teljesen el van rongyolódva, mert annyira tele van néva már előre majdnem két hónapra, hogy hát időpontot egyeztetni veled az valami katasztrófa, ám bocsánat, hogy ezt mondom. Igen, ez valóban így van. Egy ilyen számítógép zseninek elég lenne kibugarázni, hogyha fel akarná venni valami virtuális naplóba, mert még néha mi is elég nehezen tudunk rajta kiigazodni, de minden esetre már ugye régóta dolgozom így Nyíregyházán. Hál' Istennek nagyon sok aranyos vendéggel bővül folyamatosan a vendégkörünk. Én nagyon örülök ennek, és annak is örülök, hogy miután elkezdtem dolgozni, akkor ez nagyon gyorsan alakult az életemben. Mikor kezdted egyébként? Mert azt ugye 1997-ben olyan kezdtem. Régen? Igen, ilyen Gedeon bácsi vagyok már. Tehát már nem vagyok ilyen tejfölösszállú Gedeon bácsi. És nagyon boldog voltam, amikor elkezdtem dolgozni, hogy ilyen gyorsan alakultak az életembe az események, és nagyon sok embert megismertem ezen keresztül. Ez nagyon sokat segített abban, hogy könnyebben tudtam társalogni például. Én egy olyan fiatal ember voltam, még a gimnázium, illetve az általános iskolás időszakomban, aki egy kicsit visszahúzódó, nem igazán nagyon mertem kommunikálni, beszélgetni, zárkózottabb voltam, a maga kis osztályomban elég jól, de úgy kicsit úgy, ha kijebb kellett úgy ismerkedni, akkor nem voltam annyira bátor. És ez a fodrászat, ez arra volt jó, az első két évben ezt meg is tapasztaltam, hogy nagyon nyitottá kezdtem válni. Ez jó volt később a magánéleti partner kapcsolati teremtésekben is. Ott is történt, de még egyébként a feleségedet is a fodrászaton keresztül. Igen, így van, ott is feleltem. Tehát csajoztál vele. Igen, akkoriban egyszer, amikor vele megismerkedtem, akkor az ő unokatestvérével dolgoztam egy szalomba, és ugye hozzá bejött beszélgetni, és akkor innen indult a mi kis ismerettségünk, ott megismertük egymást, és majd pár héttel később az én legjobb barátom, egy nagykállói fiatalember, ő meghívott az ő gimnáziumába, akkor volt ilyen búcsúztató, ilyen kis eseményük, és ott volt egy diszkószerű, és akkor ott igazán ismerkedtünk meg, tehát ilyen két részletben, két ismerős irányából jött az oldalszél segítség, nem is kellett segítség, csak így alakultak az események, úgyhogy mégis a fodrászat volt az, ami összehozott minket. Kommunikáció. Említett, hogy nagyon fontos a kommunikáció, és ezeket sokat segített, hogy úgy, ezek a képességek előjöjjenek. Mert azért szerintem mindenkiben ott van a kommunikáció képessége, vagy nem használja, vagy nem akarja használni alapvetően. Hogy ezeket sokat segített a maga az az első két év. Egyébként én azt figyeltem, hogy bárki bemegy hozzád, akkor te a témák között így lavírozni szoktál. Oda-vissza váltad a témákat, mindenről nagyon szívesen beszélsz. Engem egyetlen egy dolog fogott meg, amikor úgy bementem hozzád, hogy te mindenkihez valami kedves vagy. Nagyon kedves vagy, és nem lehet nálad azt mondani, hogy ha valaki egy picit késik, akkor nem vagy morcos. Ezt hogy tudod magadban lerendezni? Mert gondolom, azért neked is idő van, és sietni kellene. Igen. Hát kifele nem mutatjuk a aggódásunkat, vagy esetleg a indulatunkat, vagy haragunkat, de nincsen ilyen. Tehát amikor valaki késik, akkor azt nehéz egy kicsit úgy kompenzálni, hogy a következő vendégek sem érezzék azt a fajta torlódást, amit egy-két ember miatt ugye elszenvedtek. De hát hál' Istennek van a segítőjém, édesanyám, feleségem is ott dolgozik, tanulók is ugye szoktak segítségemre lenni.
csak gyorsan fel tudjuk pörgetni azokat az eseményeket, amikor ha valaki késik, akkor gyorsan fel kell kenni egy festéket, vagy hajat kell mosni, én addig csinálom azt a vendéget, aki még a székenben ül, de már a segítségeim már, akik mellettem dolgoznak, azok már egyből ráncba szedik a késő vendéget, és akkor gyorsan így felpörgetjük azt a hiányzó kis 5-10 percet, ami ott kiesett, úgyhogy végülis a vendégek tényleg nem látják, illetve nem tapasztalják azt, hogyha nálunk van ilyen probléma. És azt is szeretik, ezt így az álmodásaik alapján tudtam meg így évek alatt, akik új vendégek jönnek hozzánk, hogy nagyon gyorsan, precízen próbálunk ugye dolgozni, ez én alapelvem is, és hogy tényleg ilyen 2-3 óra alatt akár egy nagyon hosszú hajú vendég is kikerül a kezeink alól, akár festéssel, satírral, bármiféle nagyobb munkával ül ott, nagyon gyorsan megpróbáljuk kiszolgálni, jó minőségben, hajápolás, mindenre figyelünk, hogy elégedett legyen az ember, vagy a vendég, és közben még nagyon jó társalgunk. Vannak már olyan vendégeink, akikkel így időszakonként szoktunk akár kicsit kocintani is az üzleten, mert annyira jó, kellemes közelségbe kerültünk, és ők is olyan aranyosak, hogy ha kérnek kávét, vagy bármit, akkor nagyon könnyen közlekednek a konyhai helyiségben, tehát olyan családias nálunk a légkör, nem annyira merev esetleg, mint nem akarok személyeskedni, mint egy budapesti vagy egy nagyvárosi szalonban, ott azért egy kicsit olyan, van a vendég, van a kiszolgáló személyzet, ott is megvan a kapcsolat, csak egy kisvárosban jobban ismerik az emberek egymást, ezáltal egy picit olyan közvetlenebb, illetve barátiasabbá válhat a kapcsolat, és ezt onnan tudom, hogy vannak olyan messziről járó vendégek, akik Pestről, vagy Egerből, vagy bárhonnan járnak hozzám évek óta vissza, és ők is mondták, hogy egy kisvárosi fodrászüzlet az mindig nagyon hangulatos, mindig sokkal bensőségesebb, mint egy nagyipari, nagyvárosi üzemegység, így, ha így fogalmaznád ezt. A kisvárosi, az most Nyíregyháza, meg az a Nyíregyházának is elég nagy népesség, vagy csak a maga az, hogy ez olyan, maga a szalon jellege olyan? A szalon jellege is, igen, mondjuk Nyíregyháza tényleg egy nagyváros, de itt is azért nagyon sokan ismerik egymást, és ezáltal a vendégek is hamar tudnak kommunikálni, ahogy egymás mellett üldögélnek, akkor is könnyen ismerkednek, és könnyen találnak közös pontot az életükben, hogy tudjanak kommunikálni. Ebben mondjuk igazad van, mert Nyíregyháza nem egy tipikus nagyváros, tehát azért itt én azt látom, hogy a fiatalok is, meg az idősebb generációs azért nagyjából is egészében, hogy ismeri egymást, vagy valahonnan látta, találkoztak valamikor. Hogy jött, hogy fodrász leszel? Mert mondtad, hogy anyukád is segít, és tudom, hogy anyukád is fodrász. Igen. És az hogy jött? Tehát, hogy ő volt a példa, vagy éppenséggel csak annyi történt, hogy megtetszett, és azt mondtad, hogy belevágunk. Igen, nálunk fordítottan alakult ez a dolog. Nem úgy volt, mint általában szokott lenni, hogy van a mester, az a szülő, és a gyermeke látja ezt az egész életvitelt, és megtanulja tőle, hanem elsőleg én lettem fodrász, aztán majd utána pár évvel anyukám lett fodrász, és ez úgy alakult az én életemben, hogy én nagyon sok minden szerettem volna lenni, szakács, szerettem volna lenni pincér, ez ilyen gyerekkori nagy álmom volt, úgyhogy most jó helyen is ülünk, mert ezeket így mindig szerettem volna mindig kipróbálni, és aztán szerettem volna lenni lakberendező, ez még most is nagyon szeretem volna a lakásunkat, vagy az ismerősökkel való beszélgetésben, és ez sokszor előkerül a lakberendezési ötletek. És amikor fodrász lettem, az végülis ilyen külső rokoni események hatására alakult így, ez a legjobb megfogalmazás, mert azt látták a rokonaim, illetve a barátaink is, hogy nagyon szerettem már gimnazista koromban is az unokatestvéreim hajait csinálni, de akkor még nem volt semmi fodrász gondolatom, hanem amikor ott nyaraltak nálunk, akkor sokat megkértek bizonyos dolgokra, és nekem fel sem tűnt, hogy ez nekem olyan rutinosan, könnyen megy, és így anyukámék, illetve a rokonaim hatására kerültem abba a gondolatvilágba, hogy ők ébresztettek rá, hogy miért nem leszel te fodrász? Hát olyan könnyen becsavarod a unokatestvéreid haját. Ha mondtak valamit, hogy fondd el, csináld meg így, csináld úgy, megcsináltam, ha mentünk a városba, tegyük fel, csak fagyizni, vagy szórakozni, vagy bárhová mentünk, akkor is én olyan gyorsan csináltam ezeket a dolgokat, és így ezért jó, ezért érdekes az élet, mert néha az embernek nem biztos, hogy a fejéből pattan ki, hogy mi is szeretnék lenni, hanem kell figyelni a külső jelekre, a rokonoknak, ismerősöknek a dolgaira, amikor jelzik, hogy hello, hát ez neked ez feküdne ez a pálya, vagy nem gondolkoztál még erről el, és akkor így innen jött az egész ötlet. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és
nagyon ajánlom mindenkinek az életébe, hogy figyeljen akár a spirituális jelekre, vagy akár a rokonoknak a jeleire, vagy barátoknak a közlésére, mert néha valakiből, pedig én is lehettem volna, tegyük fel, könyvelő, vagy tanár, vagy bármi, és az is nagyon jó lenne, de nem biztos, hogy annyira szerelemmel, szenvedéllyel tudnám csinálni, meg annyi örömmel, mint ezt. Mert tudtam, hogy valamit alkotni akarok mindenképpen a kezemmel, tehát ezért voltak olyan dolgok, hogy szakács, cukrász, valami alkotás kell. Ez biztos voltam benne, mert rajzolni nagyon szerettem gyerekkoromban, mindig ötös voltam. És rajzolsz is? Mostanában kevesebbet, de a rajzaimat a kislányom is mindig megnézegeti, mert van egy gyűjteményem, amit még a gimnáziumi évekből, illetve már a fodrásziskolában ugye hajakat kell rajzolni, meg különböző hajfonatokat, azoknak a satírozásait kézzel, mint az igazi arcfestők így a belvárosban is, amikor itt nyaranta vannak ezek a portréfestők, akkor ők is olyan szépen satírozzák az íveket, az arcvonalakat, meg ilyesmiket, és ezt mindig meg szoktuk nézegetni a kislányommal, és akkor mindig mondja ő is, hogy apa, nem akarsz már újra rajzolni? Hát mondom, szeretnék, ha majd lesz időm rá, akkor majd újra fogok rajzolni, de örülök, hogy ő viszont örökölte ezt a kis hajlamot, mert benne is látok ilyen kézügyességi, kreativitási dolgot, úgyhogy nem tudom még mi lesz belőle, de remélem, hogy valami alkotó ember, mert alkotni mindig jó. Ha már említett, hogy nem tudod, hogy mi lesz belőle, ugye hát azt most nem eláruljuk akkor a titkot, hogy mi a testvéremnek az ikrei ugyanabba az általános iskolába járnak, ahova a te kislányod, és ráadásul egy évfolyamon is vannak, óvodába is egy helyre jártak. És hát én is láttam azt, hogy azért a manapság elég nehéz, nekik is egész jó a kézügyesség, de mi javasolnád neki, hogy fodrász legyen, hogy érdekli egyáltalán? Mert ugye azért ez előfordul, hogy látod, meglátod már te, mint gyakorlott szakember, hogy őt érdekli ez a terület, vagy éppenséggel nem teljesen, és egy kicsit úgy inkább más vizekre vezne. Biztos, hogy érdekli. Én javasolnám is neki, hogy legyen-e ő is ugyanennek a pályának a képviselője, mert nagyon sok élménnyel, illetve amit már az előbb is beszélgettünk, nagyon sok pozitív visszahatással él az ember, vagy találkozik az ember. Nem tudom, hogy még mi lesz belőle, mert állatorvos is szeretett volna lenni meg, tehát a gyerekek ugye kalandoznak ebben az életszakaszukban. De mindenképpen szeretném, hogyha az, ami most benne van a kis fejében, a kezében, az a kreativitás, ahogy megalkot játékokat, vagy bármit, amit figurákat gyurmázik, vagy bármit csinál, én szeretném, hogyha valami alkotó ember lenne. Nem feltétlenül szeretném, hogy egy ilyen gépies kocka világba csak úgy beleüljön, és ott esetleg egész nap csak papírokat kellessen csinálni, vagy számítógép előtt kellessen ülni, vagy ilyesmi, hanem inkább ilyen emberekkel foglalkozó, vagy valami kreatív szakma legyen, amivel nagyon sok öröme van. Én azért szerettem bele, még visszakanyarodva egy kicsit az előző mondatokba, a fodrászatba, mert amikor még úgy gondoltam, hogy pszichológus szeretnék lenni, mert az is akartam lenni, akkor miután megtaláltam a fodrászatban is a pszichológus szakmát, hisz ugye itt mindig beszélgetünk emberekkel, és mindig adunk egymásnak tanácsot, ők adnak nekem, vagy én nekik, és nagyon örültem, amikor nem lettem pszichológus, mert így a fodrászatban ugye 2 óra múlva látod a sikert a munkádon. Sőt, ha még tanácsot is adtál neki valamiben, akár magánéletben, vagy bármiben, akkor az is egy nagyon jó visszajelzés, míg egy pszichiáter vagy pszichológusnak egy kicsit hosszabb a kifutási ideje, mire valakiből például valakinek a magánéleti vagy bármilyen válságából megpróbálják ki építeni az embert, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy erre pályára sodort az élet, mert itt naponta többször van sikerélményem, az emberek arcán látom, a mosolyán, illetve azon a laza örömön, amit közvetítenek felém. Ez egy érdekes dolog, hogy a fodrász, ugye azt szokták mondani, hogy a szépészeti iparban dolgozók, ugye legyen ez fodrász, kozmetikus, manikűrös, még a szolárium is valahol egy picit ide tartozik, illetve mondjuk a testépítéssel, vagy a testfejlesztéssel foglalkozó, szóval valahol egy kicsit pszichológusok, kicsit pszichiáterek, egy kicsit hát lélekgyógyászok, mert adja úgy megy az ember, hogy ő szebben akar kijönni. És nem biztos, hogy a test szépsége, vagy a haj szépsége az elegendő, mert lehet, hogy ő azért megy el fodrászhoz, hogy valahol belülről épüljön, és azt ez nagyon jó dolog, hogyha az ember még pluszban tud neki tanácsot adni, és rá tud érezni. És miért nem lehet akkor
pszichológus, végülis ott is alkothatsz, és hát nem biztos, hogy ki kell várni azt a 2 hónapot, vagy 3 hónapot. Az nem adott volna annyi töltetet, mint ez oké, hogy alkotni, tehát kézzel valamit a kezeddel. Szerintem ott is megtaláltam volna biztos a munkám sikerességét, vagy gyümölcsét, úgy gondolom, de akkor a kézalkotás tűnt volna kicsit háttérbe, szorult volna szerintem, és akkor inkább a lelki segítség lett volna ugye a 80% vagy 90%, most meg pont fordítva van, ugye a külső segítség, hogy már valaki megszépül kívülről, az a 90%, és a belső segítség, amit adok a vendégeimnek, az pedig a 10%, úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ezt választottam. Említetted, hogy ugye említettem itt a Felkumban, hogy azért te projektekkel is foglalkozol. Ez a projekt fodrászat, ez hogy olyan lépett be az életedbe? Mert ez nem egy szokványos dolog, én tudom, én fotózom én is, és azokkal, akiket együtt szoktál dolgozni, őket úgy ismerem. Barátaim, régebről is ismerem, meg a közelmúltban ismertem meg őket, tehát amikor én visszajöttem Nyíregyházára, volt olyan is, de valakit hamarabb is ismertem. Hogy ez hogy jött, mert én Pesten fotózom, fotóztam, és ott mi is így csináltuk projekteket, és ott hát fodrász találni manapság Budapest, aki ezt bevállalja, azt igen nehéz. Ugye, mert ezek általában úgy mennek, hogy hát valami fajta barterezés keretein belül, vagy hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy működik, nálunk ez mondjuk így, hogy barterezés, vagy éppenséggel a projektnek az a szépség, hogy mindenki hozza a saját magát, és akkor ebből épül valami, ami majd megmutatásra kerül, és ez mondjuk úgy akár referencia is lehet. Neked ez hogy jött? Hogyan lépett be az életedbe? Mert ez nem egy szokványos dolog. Igen, örülök, hogy ez is kialakult, ez a kör. Van egy fotós ismerős, meg egy kozmetikus ismerős, ahogy te is mondtad, hogy ismered őket, és az ő kis gondolatvilágából, főleg az Attila gondolatvilágából született meg, hogy kellene egy-egy ilyen projektet megcsinálunk, és én nagyon örültem ennek, hisz, ahogy te is mondtad, ez nem egy profitra hajtó projekt, abszolút nem. Itt bele kell adni ingyen a munkánkat, ingyen a szabadidőnket, ingyen az életünket, ami nem fizetődik ki, és szerintem Budapesten úgy gondolom, vagy máshol, lehet, hogy ezt nem vállalják be, hogy hát a szabadidőmet nem adom oda ingyen, meg a munkám elejét nem adom oda csak úgy, de hát ennek pont ez a szépsége, amikor valaki valamit csinál, azt nem feltétlenül kell, hogy megfizessék, hanem lehet úgy is alkotni, hogy annak nincsen semmi hozománya, vagy nincsen várva várt pénzügyi hatása, és ezek a projektek, például volt egy olyan projektunk, ami a rákos betegeknek segítettünk egy szép napot csinálni, és ennek nagyon örültem, mert ott azt hiszem, hogy 18-20 ilyen meggyógyult betegről van szó, kitaláltunk egy olyan projektet a Nórival együtt is, a Kozó igazgatónőjével, és együtt így kitaláltunk így négyesben egy olyat, hogy kellene egy ilyen szép napot csinálni, azért az volt a célja ennek, hogy megmutassuk azt, hogy akik már meggyógyultak ebből a betegségből, azok is tudnak vidámak lenni, és azoknak is lehet teljes az életük, és akik még előtt állnak a betegség előtt, vagy most tudták meg, vagy most fogják megtudni, akkor ha látják ezeket a képeket, ami ki van állítva, hál' Istennek a József András kórháznak azon a részegén, ahol gyógyulnak ezek a betegek, ezek a képek, amik születnek ebből az alkotásból, ott meg lehet látni azt, hogy ugyanúgy lehet nevetni a sok-sok kudarc, illetve mi ugye ezt nem tudjuk, mert nem voltunk benne, tehát könnyen beszélünk róla, de így, akiket ott megismertünk egy pár hét forgatás alatt, nagyon sok mindent elmeséltek magukról, és nagyon megrázó és megrendítő volt, de ugyanakkor volt benne annyi erő, hisz már ők túl voltak a gödör mélyéből, mert kimásztak, és ők pont ezért vállalták be ezt a projektet, hogy megmutassák azt, hogy nagyon nehéz az út, hosszú az út, de hogy fel lehet épülni belőle, és ha felépülsz, akkor ugyanolyan boldog lehet, ugyanolyan tiszta erővel indíthatod a lapodat újra, a családtagjaiddal, illetve a barátaiddal, és én sem nagyon boldog voltam, hogy ez a projektnek részét találtam, illetve még velük még volt nagyon sok más projekt is ezzel a 3-as fogattal, nagyon sok olyan kontyot, illetve
nagyon sok ilyen kreatív dolgot csináltunk, csak önmagunk szórakoztatására, illetve a weboldalunk, illetve a közösségi oldalunkra való kitételre szántuk ezt, hogy ne csak olyan hajakat, vagy olyan sminkeket, vagy olyan fotókat alkossunk, ami szokványos, mint egy esküvői fotózás, vagy egy rendes hajnak a lefotózása, hanem legyen egy olyan, amit az ember nem hord a mindennapokban, sem sminkben, sem frizurában, és ezek most is ott vannak a weboldalainkon, és ennek nagyon örülök. Ezzel indultam versenyekre is, illetve a Viki is indult ezen ilyen kozmetikai versenyekre, és ő is nagyon jó eredményeket ért el, meg én is, és ennek meg külön örültem, hogyha kitalálok, vagy én is találok egy versenykiírást, akkor mindig van egy ilyen kis csapat, akikkel így gyorsan tudunk létrehozni valami nagyon szépet. Ez nagyon örömmel hallom, mert azért ez nem ritka, tehát ez egy ritkaságba számba megy, mert azért annak a valószínűsége, hogy egy ilyen csapat, összeszokott csapat tudjon együttműködni, azért eléggé kicsi. Általában váltogatják egymást Pesten is mind a fodrászok, mind a, ugye a sminkesek, vagy a stylist, vagy éppenséggel az, aki a különböző segédkreációkat, mondjuk úgy ilyen belső designer. Ezek ugye szokták váltani magukat, nekünk is volt Pest egy kialakult csapatunk szerencsére, hát most kicsit elhanyagoltam őket sajnos, mert ugye itt vagyok Nyíregyházán. Szerintem, ha látják majd a műsort, akkor megemlékezünk szintén Vikiről, aki fodrász és sminkes. Van egy nagyon kedves lány, aki kinnél most Berlinben, és ő volt a fodrászunk. Hát, ódákat lehetne zengeni arról, hogy miket csináltak, és ahogy te is mondod, ez valahol építi az embert belülről, inspirálja. Említetted nem olyan régen, hogy a spirituális dolgok is érdekelnek. Ez pontosan mit jelent számodra? Tehát mi az, ami foglalkoztat spirituális témakörben? Egyáltalán hogy fér bele az idődbe ilyennel foglalkozni? Mert ugye azért felébredsz, gyerek, család, munka, és még munka, majd egyszer csak valamikor hazaestek, és akkor megint egy kis valami fajta dolog, ami ugye teendő van otthon, és aztán hogy jut erre időt? Hogy fér bele a mindennapokba? Mikor szoktál ezzel foglalkozni? Hát régebben többet foglalkoztam vele, még a kislányunk megszületése előtt. Különböző könyvekből, illetve mi tanfolyamokra is elmentem, mert annyira akkoriban szerintem ez egy ilyen 15 évvel ezelőtti időszak körülbelül, amikor én megismerkedtem, meg szerintem így a Magyarországon élő emberek nagyjából így a rendszerváltás után így hirtelen ránk esett nagyon sok olyan dolog, ami addig esetleg nem nagyon lehetett, vagy kicsit olyan tabusabb volt, vagy nem nagyon hittük el, hogy létezik ilyen oldal is, vagy nem foglalkoztunk ennyire mélyen ezekkel a dolgokkal, és akkor többet foglalkoztam vele, meg hát a vendégek is ugye pont nagyon sokan esetleg látnak, éreznek dolgokat, vannak olyan vendégeink, akik látnak tényleg eseményeket előre, vagy éreznek dolgokat, ha nem is látok, és akkor az ember, ahogy így beszélget a vendégekkel, ugye előbb-utóbb megtapasztalod valakinek a reális oldalát, valakinek a spirituális oldalát, valakinek az elvontabb oldalát, és ugye nagyon sok mindennel kapcsolatba kerül az ember. Én nem bánom, hogy a spiritualizmus egy kicsit megtalált engem is. Én hiszek abban, hogy történhetnek olyan dolgok, amit az ember megérez előre, vagy egy jó döntés jobban megérzel, vagy bizonyos dolgok úgy történnek, amit már sejtettem én is, hogy így fog lenni. Tehát hogy vannak ilyen jelek, ezt így nem is nagyon lehet megfogalmazni szerintem, és ezt nem is kell nagyon utána olvasni, vagy nem kell feltétlenül tanfolyamra elmenni, bár ezek esetleg még jobban megerősítik az embert, illetve elismélyíthetik az embert annyira, hogy nagyon csak ebben tud élni. Én azért szeretem így ezt a való világot megélni, illetve a spirituális oldalnak is azokat az élményeit, amik segítenek abban, hogy az emberi oldalam is épüljön. Ebben a spirituális valóságban, valóságmixben, azért ugye ez furcsán hangzik, mert tudom, hogy ha az ember nem tudja kivel megosztani, akkor meg az embernek olyan a kapcsolata, hogy olyan emberekkel veszik körül, akkor nem is tudják, hogy akarják-e elmenni, és azt mondják, hogy hülyeségeket beszélsz.
Neked a kedves párod, ő ebben partner tud neked lenni? Tehát tudtok erről beszélgetni, vagy szoktatok ilyen is miről beszélgetni? Mert ugye őt is azért egy eléggé belevaló hölgyikének ismertem meg, tehát azért nem sokat szokott kertelni a dolgokkal kapcsolatban. Igen, igen. Amikor én már ugye ismertük egymást, és kicsit így közelebb került hozzám a spiritualizmus, akkor egy kicsit ilyen passzívan fogadta az elején, passzívabban ezeket a dolgokat. De aztán így a barátaink is kicsit egy része, nem mindenki, hisz ebben, vagy gondol erre, vagy beszélget erről, már is, hogyha beszélgetünk erről, ne feltétlenül kell hinni ebben. És akkor így ezáltal ő is így belekerült ebbe a körforgási örvénybe, és ővel is tudok erről beszélgetni, illetve a barátaink is tudnak ilyen jellegű dolgokról beszélgetni, és ő is úgy látom, meg úgy gondolom, hogy neki is vannak már olyan megjegyzéseinél, hogy fú, hát ezt nem hiszem el, hát ez tényleg így történt, ahogy utólag kiderülnek dolgok, és most már ő is hisz ebben, nem kell ebben feltétlenül szerintem 100%-ig ez alapján élni, csak ez is egy kis szelet az ember tortájából, hogy nem csak a materialista világ létezik, hanem van esetleg egy lélekvándorlás. Ha valaki hisz ebben, akkor hisz, ha valaki nem, akkor az sem baj. Tehát én azokat az embereket is elfogadom, aki vallásos vagy nem vallásos, vagy másfajta vallást tűznem, például a megszokott vallásainkat. Tehát nekem ez nem probléma. Én úgy gondolom, hogy minden ember, amit ő átél, vagy amit ő hisz, vagy amiben ő jól érzi magát, akkor éljen úgy, aszerint az elvek, illetve irányzatok, vagy különböző távoli tájakról, vagy országokból származó vallásirányzatok, akár a buddhizmus, vagy bármiben hihet az ember, hogyha ő abban boldog és kiteljesül, és a párja is esetleg elfogadja, és ő is egy kicsit részes ennek, vagy nagyon részese lesz, akkor szerintem ez meg még jobban megerősíti az embert abban, hogy létezhet ilyen tudat, és miért ne élhetnénk így, szerint. És te melyikhez állsz közel? Mert ugye ezt így most nagyon szépen összefoglaltuk. Próbáltam, hogy mindent, hogy ami kavarog a fejemben, hogy mindenféleképpen lehet. Melyik a legszimpatikusabb ebben? Neked melyik volt az, amit téged megfogott mondjuk, amiben először azt voltad, hogy ez érdekel a spiritualizmusban? Ez nagyon jó kérdés. Én nem is nagyon kötnék ki úgy egy konkrét mellett, tehát így ilyen mint, amit előbb említettem, a nagy irányzatokat, mint a buddhizmus vagy bármi, én nem is nagyon kötnék ki ezekben, én inkább így mindig érdeklődően olvastam úgy utána, hogy azokban az országokban, ahol így élnek, vagy a spiritualizmus jobban fontos, mint az európai országokban volt régen, vagy mostanában már egy kicsit talán előtérbe kerül, én mindig szívesen olvastam ilyen könyveket, vagy ilyen cikkeket, vagy nagyon szerettem a tibeti dolgokról látni, vagy olvasni. Szeretnék is majd egyszer oda eljutni, feltétlenül. Nem feltétlenül azért, hogy bármilyen ott létemet ott töltsem el, csak megismerni az ősi dolgokat, mert engem mindig érdekeltek az ősi kultúráknak az eseményei, szerintem minden gyűrűzött be ez a spiritualizmus, mert azért én nagyon szeretnék eljutni Mexikóba, vagy bárhová, ahol nem a tengerpart érdekel feltétlenül, hanem az ősi kultúráknak a megértése, illetve a több ezer éves dolgoknak az eseményei, és szerintem minden jöhetett be. Ez volt nekem az első dolgom, ami nagyon érdekelt, az ősi kultúráknak a felfedezése, megértése, olvasása, meg belemélyedése, és szerintem minden jöttek ezek a spirituális behatások, ha lehet így mondani, és szerintem nem is tudok választani, hogy mi is lenne az, ami konkrétan egy dolog, úgy minden. Ha ez minden. Jó válasz. Így teljesen van, jó tudom. Válasz. Teljesen úgy minden elő vagyok. Ha, ugye mostában jönnek ezek az új trendek, te ez mit szólsz, mert most már belementünk ebbe a spiritualizmusba, egy picit, hogy mit szólsz ahhoz, hogy most ismét fellángolt az, ami mondjuk a 80-as években volt, hogy kő és kövek és egyéb ilyen dolgok ugye kézre, ásványok, hogy most ugye ennek reneszánszát éljük, igen, mondjuk tudom. Úgy. Te ebben hiszel egyébként, vagy kipróbálnál, vagy elhiszed? Voltak ilyen, meg vannak karkötőim. Én hiszek benne, de én úgy gondolom, hogy hát most kicsit
merészebb lesz ez a mondat, úgy gondolom. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell bálványokban hinnünk az energiát, hanem önmagunkban kell hinnünk az energiát. Szerintem Isten is vagy bárki bármiben hisz, de itt bennünk a szívünkben, és hogyha van energiánk, illetve van hitünk abban, hogy bármit meg tudunk csinálni, vagy meg tudunk oldani, akkor nem feltétlenül kell magunkra aggatni különböző dolgokat, de attól függetlenül, mint szép tárgy, és ha nem teszünk bele eszmei mondani valót, csak mint egy szép tárgyat megvettünk a Köves bácsinál, vagy az ilyen ásványkiállításon, vagy bárhol, akkor maga az, hogy öltöztet minket, és szebben érezzük magunkat, már ez egy jó dolog, és amíg bele hiszünk, vagy belemagyarázunk gyógyító energiát, akkor az már megint még jobb dolog, és ha ez még úgy jól is passzol az öltözékünk, az meg már megint még jobb dolog szerintem, úgyhogy én nekem is vannak ilyen dolgaim, a kislányom is szokott vásárolni, a feleségemnek is vannak ilyen ékszerei, de ha nem teszünk bele semmilyen gyógyító hatást, akkor is nagyon gyönyörűek, és szemedgyönyörködtető. Ha már szemedgyönyörködtető, akkor már gyógyít, szerintem. Ez igaz. Ugye itt mondtad, beszéltük arra, hogy a kislányod, azt tudom én is, és hogy egy református általános iskolában járnak, és hát ugye református, vagy nem tudom, hogy nálatok katolikus neves, mert mi nálunk ugye katolikus nevelést kapnak, azt az irányt követjük az iskolában. Én nem tudom, hogy melyikbe merre mentek, melyik irányba, hogy reformáció, vagy katolicizmus. Mondjuk a kettő majdnem ugyanaz, tehát azért nincs egy éles különbség a kettő között. De hogy emellett mennyire támogató az iskola, mert azt tudom, hogy a mi részünkről eléggé, hogy más kultúrát, más vallási dolgokat megtanuljanak, megismerjenek. Tehát, hogy ez mennyire divat nálatokra, mondjuk egy... A családon belül, vagy így az iskola? Iskola és család. Aha, tehát ugye négy nagyvilági vallás, vagy a nagyvilági vallások mellett másfajta. Hát másfajta, tehát, hogy mennyire támogatod mondjuk te személy szerint, vagy az iskolában mennyire támogatják szerinted azt, hogy így az embereknek a látóköre az szétterjedt legyen, és ne csak mondjuk azt a négy világvallást, ami ugye létezik manapság, vagy amit említeni szoktak, hanem akár bármifajta olyan tendenciát, ami egy kicsit egy-egy ilyen leszakadt ágat is bemutat, tehát ami valahonnan indul, de mégsem teljesen úgy gondolja. Tehát ugye vannak ilyenek azért szép számmal. Van bőven, ezért nem is mélyedek bele egy típesen nagyon, mert bármiben bele lehetne úgy nagyon hivatottá válni. Én úgy gondolom, hogy az iskolai rendszer lehet, hogy annyira liberális már, hogy egy kicsit talán enged róla beszélgetni, vagy úgy ismerkedni vele, de én úgy gondolom, hogy az úgy meghatározó, hogy azt az irányelvet kell vallani, bár ebben nem nagyon mernék így állást foglalni. Családon belül, a mi családunkon belül, vagy a közvetlen környezetünkön belül szoktunk, meg is lepődött egy-egy rokon, ugye mi római vallásúak vagyunk, és akkor meg is lepődött egy-egy ismerős, hogy hát miért a református iskolába irattátok be? Hát miért nem rómaiba? Ugye van itt Nyíregyházán? Hát nem tudom, szimpatikussá vált az iskola szellemisége. Én úgy gondolom, hogyha valaki római, vagy görög, vagy református, nem hiszem, hogy olyan nagy, lehet, hogy most csúnyát fogok mondani, nem hiszem, hogy olyan nagy különbségek vannak, hisz hiszünk Istenben, én szeretek járni a római templomba is, szeretek járni a református templomba is, nagyon szeretem az ottani légkört, az énekeket, tehát engem nem befolyásol, vagy nem ferdítel sem erre sem. Hát azt hiszem, hogy ezen pont egy véleményen vagyunk, mert mi is így gondolom. Ugyan egy Isten van, és most lehet, hogyha fedről néz minket, akkor esetleg jóvá is hagyja ezt a mondatot, hogy végülis négy irányba szakadtak a dolgok, négy világvallás, de hát végülis mindenki ugyanazt vallja, az énekek is nagyjából hasonlóak, még a menetrend az istentiszteleteken is kicsit eltérő, de kicsit hasonló. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenhol jól érezheti magát az ember. Ezzel maximálisan egyetértek. És szerintem az iskola hát elég jól látja ezeket. Én szeretem ezt az iskolát, ahol jár a kislányunk. Én nagyon, nagyon meg vagyok elégedve vele. Tehát azért elég az a liberális hatású, de azért megvannak a régi szabályok is, hogy mi szerint kell. Szerinted kellene a szabályok? Az életünkben? Egy kicsit merev szabályok. Az életünkben nem baj, hogyha vannak szabályok. Én szeretem a szabályokat. Bár én nem vagyok ilyen kockafejű, nagyon szabály szerető, de szeretem őket, és kellenek mindenképpen, mert az mindenképpen a felnövekvő generációnak is, vagy akár nekünk is,
ad egyfajta mihez tartás véget. És ezen belül egy kicsit lehet így játszadozni, hogy kicsit kijebb tolni a falakat és lazulni, de a szabályok azok szerintem fontosak az életben. Te milyen gyerek voltál? Milyen, kicsit ilyen komisz, vagy ez a... Én inkább az voltam így van, nem voltam komisz. Inkább az ilyen következetes voltam, ha mondtok valamit, akkor megcsináltam, nem nagyon háborodtam. Nem is volt ilyen nagyon lázadó gyerekkorom, így anyukámmal is, vagy bárkivel így beszélgettem erről. Tehát tudtam, hogyha valamit kiosztottak feladatokat, mi ugye Nagykállóban nőttem föl, kettes házunk volt, nagyon sok volt a feladat, a gyümölcsök, az állatok. Ha rám bíztak valamit, akkor megcsináltam, ha megcsináltam, akkor bárhová mehettem, bármit csinálhattam, elengedtek valahova, biciklizni a barátaimmal, bármit csinálni. Tehát ezáltal nem kellett lázadnom, hogy ó, már megint ezt kell csinálnom, vagy ó, már megint le kell vinnem a szemet, mint a mai gyerekek esetleg a társaságban. Tehát nem voltak ilyen lázadó dolgaim, úgyhogy szerintem én egy ilyen kicsit szerényebb, illetve amit mondom is visszahúzódóbb, és ilyen megcsinálom, amit mondanak, és akkor utána élhetem az életemet, ahogy én akarom, meg ahogy a szüleim engedik, és ez így jól bevált nekem, tehát remélem, hogy a kislányunkkal is nagyjából ugyanígy fogjuk ezt a kamaszkori életvitelt megélni. Én úgy gondolom, hogy nekem ez egy bevált recept volt, én jól éreztem magam a gyerekként is, illetve így fiatalként is, így visszaemlékezve rá. Sokat dolgozol, és sok munkád van, nagyon sok szervezést igényel az életed. Hogy jut időd mondjuk utazni, vagy hogy jut időd tök egymásra? Mikor sűríted be a nap 48 órájában, szándékosan mondom így, de mikor tudod besűríteni azt, hogy család, azt, hogy szabadidő, azt, hogy utazás? És ha utazni szeretsz, akkor hova szeretsz utazni? Igen, hát a feleségem azért néha megdorgál, hogyha sokáig dolgozom, illetve egy-egy napot nagyon hosszúra nyújtok, mint a rétes tésztát. Ez ugye ilyen ünnepnapok környékén azért egy szépségiparban elkerülhetetlen, hogy az a másfél-két hét, karácsony vagy húsvét környékén, vagy más napokon is, amikor szalagavatók vagy bármilyen dolgok vannak, azért így szokott így humorizálni, hogy hát már megint. Úgyhogy azért próbálom nagyon sok időt szentelni a családomra, szeretek is velük lenni. Kirándulni nagyon-nagyon szeretünk, hát az utazás nekem volt fő mániám, aztán megfertőztem, hál' Istennek a családomat is vele, úgyhogy most már ők is szeretnek utazni, és nagyon szeretünk menni külföldi helyekre, főleg az ősi helyeket, azért szeretjük itt felkutatni, ahol van kultúra, de attól függetlenül Magyarországon is nagyon jól érezzük magunkat, mert nagyon sok szép hely van Magyarországon, és szeretünk azért így túrázni, kirándulni, barátokkal együtt elmenni, és remélem, hogy ez a közeljövőben is folytatódik, mert én nagyon mindenevő vagyok, amit már említettem is, és érdekel minket más országoknak a kulturális élete, illetve a gyönyörű tengerpartjai, vagy hegyei, vagy bármilyen. Barátokkal szoktunk menni snowboardozni, azt is nagyon szerettem, mert az is egy olyan fajta kikapcsolódás, ami pont ebből a bezárt fodrászati világból, amikor ugye bent vagyunk egy irodában, vagy egy szalonban, kiszabadulunk a természetben, azért az megfoghatatlan élmény, amikor egész napot vagy napokat kint tudunk tölteni friss levegőn és élményekkel. Meg a hónak a látványa azért így más. Van, így van, tengerpartnak és a hónak a látványa, az gyönyörű, meg hát tényleg a hegyi világ, az meg nagyon-nagyon szép. Nyáron szoktál, hogy szeretsz elmenni mondjuk úgy hegyekbe, mert én azt tapasztalom, hogy ha nyár, akkor mindenki elmegy a tengerpartra, vagy vízpartra. Én meg egy kicsit ilyen, hát lehet, hogy fordítva vagyok bekötve. Én azt mondom, hogy a télen is szép a hegyvidék, na de nyáron is. Tehát az egy valami csodálatos ott a hegyek vidék között, és ott aztán percenként változhat az idő. Tehát azért nem egy állandó, Ausztriában ott egy órán belül akár leszakadhat a hó, kisüthet a nap, és minden eltűnik. Igen, voltunk is már így nyáron túrázni, akár Magyarországon belül is. De mindig nagy tervünk, hogy elmenjünk Ausztriába ugyanígy nyáron, és akkor a nagy muskát is házaknál sétáljunk meg a nagy-nagy teheneket, meg a gyönyörű mezőket, lássuk meg magunkba szívjuk a friss levegőt. Lehet, hogy ezen az idei nyáron unokatestvéreim kint laktak Ausztriában, és már így vagy pár éve mindig tervezzük, hogy kimegyünk hozzájuk. Ők folyamatosan költözgettek így az országon belül. Most úgy látszik, hogy megálltak egy helyen, és akkor szerintem meglátogatjuk őket, és ott vannak igazi hegyi tavak, és az egy nyáron bele lehet mártozni. Merre van ez a helyileg?
Ők Ausztria északi részén laknak, németországi határhoz közel. Most a kisvárosnak a neve nem jut eszembe, nagyon németes neve van, de, vagy országos neve van, de már közel vannak a német határhoz. Úgyhogy biztos, hogy el fogunk menni hozzájuk. Azért mondom, mert most cikkáztak ők elég sokat, úgyhogy most pont nem tudom megmondani a város nevét, de régen már laktak Filakban, Lent, Délen. Nagyon sok helyen éltek már, és akkor most meg pont ott folyik a Duna mellettük, tehát ott bőven lehet ezt kirándulni, úgyhogy már várom így a nyarat, mert akkor elmegyünk egy kicsit megnézni a muskát és osztrák házakat, mert az is nagyon gyönyörű, nem csak télen, hanem ahogy te is mondtad, nyáron is nagyon szép az osztrák. És ezeket a talakat egyébként nagyon jól kihasználják, meg nagyon környezet tudatosan tudnak élni az osztrákok, mi kevésbé még. Nekünk van mit tanulni, úgy gondolom, hát ez szerintem egyetérthetünk ebben, hogy van mit tanulnunk. És hát ott aztán minden van. Tehát a rendezvények a tóparton, bent a vízben, repülős napok, minden van. Tehát ápolják a kultúrát, meg a tehenészetet, meg a mezőgazdasági munkát, meg a hegyi pásztorkodás, és ott minden van. Tehát mindent megmutatnak szépen úgy, ahogy van, és nem egy ilyen turista show termés. Pont erről jutott eszembe, hogy voltunk olyan helyen snowboardozni, ahol az apartmanunk a város, kis település inkább legyen ez, kis település közepén volt, és ott teljesen természetes, hogy az út másik oldalán egy istáló volt. És felette, majd az oldalában, illetve egy kicsit felette, meg az oldalában lakhattak szerintem a tulajdonosok, gondolom. És reggelente mindig arra keltünk, hogy tehénbőgés, és ott voltunk bent a falu közepében, tehát tök jól elfér a turizmus, a belvárosi életmód, illetve a tehenészet, ahogy te is mondtad, és náluk ez olyan jól működik, ilyen összekomponálva. Náluk egy kicsit furi lenne, hogyha például itt a valami templom mellett, vagy bárhol lenne még egy ilyen istálló. Jó, hogy ez benne egy nagyváros, tehát ez elképzelhetetlen, de ott egy ilyen kisebb településen, egy ilyen, nem tudom, 8000 fős lehet, egy osztrák kis település, ahová úgy többször is javára jártunk síjálni. Ez teljesen természetes, és ez nem volt meglepő senkinek sem. Szlovákiában voltunk, és pont ugyanez hasonló, csak Vepitába. Hegyoldal, fél méter, tehát így, hát akkor ugye egy picivel kisebb volt, amilyen 160 cent, és kb. Eddig ért a hói mellig, mert a nagy hó volt, ki volt lapátolva az útvonal, és akkor ott volt a hegyi ház, a hegyoldalban, fent volt a szállás, alul a háziak laktak, és az alattunk minket melegített alulról az istálló konkrétan, ott volt alatta bent, és az valami felt, tehát ott például birkák voltak, tehenek voltak, volt egy ló is, tehát minden volt, ami a szem szájnak ingere, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ezt a fajta. És ugye nem volt furcsa. Nem. Nem, hát picit meg kellett szokni az elején, hogy azért más illatok terjengenek a levegőben, mint ami mondjuk itt a belvárosban, de hát mondjuk egy kipufogógáz vagy egy másfajta illat, az mindenkettőt meg kell szokni. Igen. És ez organikus. Igen, ez organikus. Mondani. Igen, és ugye hát ez biogáz, tehát azért azt, hogy ez ugye nem károsítja annyira a környezetet. Habár azt mondják, hogy akkor annyi marhát tenyésztenek, hogy az is felelős az ózonlyukért. Na mindegy, ez így zárójel bezárva. A beszélgetés vége felé, most így lenne pár kérdésem hozzád, ilyen villámkérdések, hogy van-e bakancslistát például? Mert említett, hogy itt utazások, tervek. Valamiképpen az, igen. De mi az, amit meg kellene még szerinted valósítani? Utazásban például, aha, ha a bakancslistában az utazási oldalt nézzük. Igen. Hogy mit szeretnék még? Hát én nagyon szeretnék eljutni Peruba, és felmenni oda a hegyekbe, az igazi hegyi mászás lenne, és ott megismerkedni, vagy látni, vagy tapasztalni az ottan élő törzseknek, vagy hát a nem törzsek ezek már, hát a falusias életmódot. Nekem ez mindig ilyen nagy álmom volt, illetve hát még van, azért van így a ázsiai vonalon is van azért pár ilyen rész, amit úgy szeretnék így megnézni. Úgyhogy remélem, hogy eljutok még sok-sok ilyen ősi helyre, mert azért én nagyon szeretném megnézni Vietnám vagy Kambodzsa, ott is nagyon szép ilyen ősi dolgok vannak, ezek engem így érdekelnek. Tehát nekem így Las Vegas vagy Los Angeles, ez is úgy benne van az életvitelemben, de nekem az ugye a 20-30. Helyen áll majd egyszer, de ha nem jut rá sor,
ebbe az életembe az se baj, tehát nem fogok megőrülni érte. Nekem inkább ezek az ősi dolgok, ezek mindig így jobban érdekeltek, vagy jobban el tudjuk mérni, mint egy felhőkarcolóban gyönyörködni. Az is szép, valakinek azt tetszik, valakinek ez, tehát semmi baj. Nekem inkább az ősi dolgok tetszenek, hogy van még bőven a bakancslistámon. És szakmai oldal, ott szerinted most teljes az a kép, amit eddig elértél, vagy még valami, van még valami kipipálandó? Hát az ember soha nem elégedetlen. Jó, hát ezt tudjuk. Vagy soha nem elégedett, bocsánat. És szeretném azt, hogyha majd lenne egyszer egy olyan Marján szalon, ami ettől nagyobb, kicsivel, több szolgáltatást tudnám még beletenni, például egy barbershopot is szeretnék, egy Marján barbershopot, tehát még azért vannak terveim, én szeretnék egy ilyen komplettebb szalont létrehozni, ez is nagyon jó, tehát jól érezzük magunkat, de még azért vannak terveim, tehát egy saját olyan szalon, ahol már tényleg a tanítványaimból kinőtt fodrászok tartósan ott dolgoznak mellettem, és a vendégeim is ugye ezeket úgy megszokják, illetve be tudom vezetni azt, hogy mindenkit ugyanúgy elfogadjanak, mint engem. Ez nagy munka, amikor a vendégek megszokják az én kézmunkámat, illetve azt a stílust, amit én képviselek, illetve a tartóságot, meg a precizitás, meg a jó munkát, és szeretnék azért egy ilyen komplett szalont, egy barbershop, illetve egy Marján szalon, és akkor ez vagy egy helyen, vagy két külön helyen a városban, azt még nem tudom, de szeretnék még ilyen terveket megvalósítani. Ehhez sok sikert kívánok neked, meg kitartás, mert azért nem lesz egyszerű. Ha magánéleti dolgokat nézzük, ott van-e olyan, amit még azt mondod, hogy azt még úgy megszeretném, hogy meglegyen? Ó, ez most jó kérdés. Nem is tudom. Szerintem most nem jut eszembe semmi. Én úgy gondolom, hogy az így most teljes. Magánélete nem csak a családot értem, igen, hanem tudom, hogy privát szféra. Tudom. Hát barátokkal, meg a családdal több időt tölteni, esetleg még többet. Nem is tudom. Most így ezt így jól megfogtál. Szerintem ebben nem nagyon tudok most mit mondani. Mert én úgy gondolom, hogy a családi, vagy a közvetlen környezeti, privát részben vannak persze még vágyak, de inkább az, hogy jó sok időt tölteni a rokonokkal, a nagymamával, barátokkal, családdal, mert ez nagyon fontos szerintem a mai világban, hogy túlpörgős az élet, kevés időt tudunk ugye egymás lelkével foglalkozni. Ha együtt vagyunk, akkor sem kell nyomkodni a telefonokat, hanem beszélgessünk, nevetgéljünk, sétáljunk, biciklizünk, vagy bármit csináljunk. És én ilyen időket szeretnék sokat még magamnak, szabadidőket, amikor igazán tudok a rokonokkal, illetve a családommal, illetve a barátok lelkével, illetve szellemiségével együtt lenni testben és lélekben. Hát ez mindenképpen fontos, mert szerintem ettől fontosabb az életben nincs. Igen. Mint hogy az ember legyen. Ennyiben legyen elégedett, és tudjon eleget tölteni, időt tölteni a rokonokkal, családdal, baráttal, barátokkal. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és visszavárnálak téged, mert tervezek egy kicsit ilyen spirituálisabb jellegű beszélgetést, és jó. Már többen jelezték felém, hogy benne lennének egy ilyenben. Ilyen csoportos, egy-két emberrel. Tehát én gondoltam arra, hogy meghívok egy nagyon kedves filozófiához értő szemét, volt már az a... Az jó, legalább tőle tudok jó sok mindent tanulni, vagy érezni, vagy átöltözni. Ő ebben nagyon otthon van, és ő is szereti az értékes, nagy múltra rendelkező városokat és helyeket, úgyhogy szerintem mi még találkozunk, meg másikben is úgy is beszélünk, és hogyha valami van, akkor ezt ígérem, hírül adjuk felőled. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és jó egészséget kívánok neked, és jó munkát délutára. Köszönöm dolgozni szépen. Fogsz. Igen, köszönöm szépen. A nézőktől és a kedves hallgatóktól mára búcsúzunk, ígérem, hamarosan viszont látjuk egymást. És ne feledjenek el betérni a Continent Wine & Café-ba, egy
melanzsra, ez már egy picit, nem így nézett ki, ez sokkal szebb volt, egy picit az idő megviselte, de attól függetlenül ez tökéletes és nagyon finom, és higgyék el, nagyon kedves emberek dolgoznak itt. Jöjjenek, várják önöket szeretettel, viszontlátásra!